hazai könnyű zene dalaival szórakoztatta az összegyűlt gyereksereget a Házhoz megy a zenede együttese. Az előadássorozat legújabb állomása Kalocsa volt, ahol általános és középiskolás gyerekekkel ismertették meg a hazai és a nemzetközi könnyű zene fejlődését különböző zenei stílusok érintésével. 2012-ben azzal a céllal hozták létre, hogy a 20. század könnyűzenéjének a fejlődését mutassák be a nagy érdemű közönségnek. Itt ma Kalocsán iskolások fognak megismerkedni a 20. század legnagyobb zenei alkotóival, akik a blues, a swing, a beat, a soul, a rock zenében maradandót alkottak. Az országjáró turné célja, hogy a felnövekvő generáció számára ablakot nyissanak a zene sokszínűségére, és ösztönözzék a gyerekeket a hangszeren való tanulásra. A program egy 60 perces előadásból, azt követően pedig egy 30 perces úgynevezett hangszersimogatóból állt, amely során a gyerekek testközelből ismerhetik meg a hangszereket. Így például a mai napon, például Jimi Hendrix, Radics Béla, Illés Együttes, Metro, Omega, Hobo Blues Band, Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, P-Mobile, LGT, Edda, és meg sorolhatnánk, hogy milyen nagy klasszikus rock legendákkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Zsikó Zoltán azt is hozzátette, Kalocsán nagyon pezsgő és sokszínű kulturális élet van, amit a jövőben is szeretnének fenntartani,